Szóval éppen rögzítettem régi bakeliteket. Benedek barátomtól kaptam. Biztos sokan ismeritek. Egy lengyel jazzbandának az egyik albumját. Nem emlékszem pontosan a nevükre, de kiírom a címét az albumnak ide. Most ezt hallgattam. Közben rögzítettem, ugyanis szeretném felhasználni ilyen kis snippeteket belőle beateknek. Beatmaking. Ez már követ engem a követ a csirke. Szóval gondoltam, hogy csinálok beateket. Nézd meg. Egybe van szarva. A nagy lencsé nem látszik, de elég közel van ilyen aranyos. Itt a kertünkben. Ez hogy terelgeti. Aranyos. Szóval. Csonta! Cukorfalat. Szóval gondoltam, csinálok beateket. Ilyen MF Doom féle pakelit össze vagdosás által. Na de ezen az albumon volt egy hölgy vokalista. Ott tojik a kutyám. Így vinnyogott, meg vonyított. Meg olyan volt, mint a Scatman. Csak női verzióban. És ilyen fülsiketítő magassággal. Bejátszok ide most egy kis hangklippet belőle. Na hát valami ilyesmi, igen. És egész jó bebop album lett volna. Elég régi egyébként, 72-es, azt hiszem. Mit teszel? Ó, a jó anyádat. Nem eszünk meg csak úgy mindent, bazd meg. Na, egy pillanat. Szóval, egy egész jó bebop album lett volna. Valaki szólhatna, bazd meg itt. Az itt lakóknak, hogy ne szemeteljenek, már elrontják a összképet. Azaz Béla, kontrázd rá te is. Szóval... Utána jártunk Benedekkel, és ez a nő, ez a banda egyik tagjának az elszerző, a fő névadó, kinek a neve ez a ensemble. Ennek a felesége volt ez a hülye kurva. Úgyhogy szeretnék gratulálni Tóth Bélának, nem tudom, hogy hívják, hogy a feleségének a rikácsolásával elbaszott egy tökéletesen jó albumot. De hát, lengyelek, bi lengyelek, I guess. Szóval, alig várom, hogy megnézhessem, hogy mit tudok kezdeni ezekkel a kis snippetekkel. Arról a lengyel jazz albumról. Itt meg széttéptek valami tollas állatot. Nehogy oda menjél! Csunta! Gyere onnan a faszomba! Béla nagyon éli a világot. Szóval ennyi. Thank you.
Thank you.